először is egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Én nagyon megtisztelő lenne, hogyha én mondhatnám azt valóban, hogy én Dávidnak az edzője vagyok, de ez egyáltalán nem így van. Dávidnak megvannak a nagyon komoly, nagyon kemény edzői. Én nekem csak abban a szerencsében és megtiszteltetésben volt részem, hogy egy egészen rövid kis időre meg tudjam ismertetni Dáviddal a TRX-nek az előnyeit és a benne lejlő lehetőségeket. Annyira, hogy ez a rövid kis idő, ez valóban csak 12, ugye? Hát körülbelül, tehát 12 alkalom volt, amikor mi együtt edződtünk, tényleg csak az alapokat mutattam meg neki. Az, hogy ő tud majd arról beszélni, hogy mit jelentett ez számára, ez azért van, mert a TRX-en kívül úgy az egész életben és a sportban való hozzáállása a Dávidnak, az a hihetetlen akaraterő és kemény munka, amit ő magától tesz vele ebbe az edzésbe, az a TRX-el való edzésbe is megjelent, már a 12 alkalom alatt is, és aztán azt, hogy nélkülem, teljesen egyedül, az edzői nélkül, otthon használja a TRX-et azóta is. És akkor majd erről beszélünk mindjárt, mert mikor is, honnan hallottatok a TRX-ről egyáltalán? Ez is érdekes lehet. Először is sziasztok! Őszintén megmondom, nem tudom, nem. Csak így. Én tudom, súlyba kapok. Jó, valamit anyával bizniszeltetek ebben. Így van. Jó, hát itt nem a biznisz része volt a lényeg, akkor én elmondom, Dávid helyett itt arról volt szó, hogy az édesanyja ugye mindenben nagyon segíti a Dávidot, és a legfontosabb feladat, anyai feladat a számára, hogy a Dávid haladjon gyors ütemben ezen a gyönyörű szép pályán, amire ő rátette az életét, és valahol meglátta a TRX-et, hogy milyen jó kis eszköz, milyen jó hatásai vannak, és az egyik barátnőjének beszélt róla, hogy nem tudja, hogy hol lehet ehhez hozzá, és az volt a szerencse, hogy a Mónikának a barátnője, az az én vendégem volt, akivel TRX-el kezdtünk el edzeni, és így akkor a barátnője révén jutottak el hozzánk. Lejöttek egy márciusi délelőtt, ugye? Valamikor igen, valami edzés után elmentünk, hárman, Evelyn, én meg Mutinág, ő is váltó, tagol is úszó, Evelynnel nyert aranyérmet az EB-n, úgyhogy elmentünk, hogy megkínozzanak minket. Jól sikerült, mert nem számítottam erre tényleg, hogy ilyen nehéz lesz, megmondom őszintén. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen volt az első benyomásod? Az első benyomásom? Hát nagyon meglepődtem, tényleg nem gondoltam, hogy ilyen kemény vagy. Én vagyok kemény. Köszönöm szépen. Úgyhogy meglepődtem, mert nagyon elfáradtam, nem csak hogy fáradt voltam edzés után, úgyhogy szerintem utána egész délután aludtam, megszenvedtem. Meg izomláz az volt, úgyhogy amit elmondtatok, ez tényleg így van, hogy hát éreztem olyat, amit eddig nem sikerült. Eddig soha nem. Ezt hogy mondjam, akkor segítsek a Dávidnak annyit, hogy ugye mindannyian tudjuk, hogy a TRX állóképesség fejlesztő hatása és a koordinációs fejlesztő hatása milyen hihetetlenül nagy. Erről nektek nem kell már beszélni, hiszen megtapasztaltátok. Ezt Dáviddal kapcsolatban is éreztük, de ami a legnagyobb, amit a legjobban vártunk mind a ketten, azt igen. Hiszem, az volt, hogy ugye a hiába nagyon jó felső kartechnika, lábtechnika az úszásban, hiába jó erővel, jó technikával dolgozik. Ha a közvetítő, a korizmok, azok nem elég erősek, és ők a koordinációban nem kapcsolnak be időben, az átvitel az azért nem olyan hatékony, mint ami várható lenne. Ez így van, ezt csak bizonyítani tudom, mert ezzel sok problémám is volt, de most úgy érzem, hogy ez valamennyit javult ennek a segítségével, hogy tényleg, hogy nem tudom, hogy a jobb a vízfekvésem tőle, vagy nem tudom, ez mit jelent nektek, hogy ezeket az izmokat így kicsit megerősítettük, úgyhogy tényleg csak előnyömre vált ez a dolog. És ennek hát tényleg konkrét példája volt az, amikor először a plank helyzetet megtartani, az azért egy... Volt a probléma, igen. nagyon szerény a Dávid, tehát tényleg nagyon nehéz volt számára. De a kitartása és az akarata, tehát azt látni a szemében, hogy ő ezt igenis akkor most erre rááll, és ő ezt nagyon akarja, az egy hihetetlen példamutató volt számomra, és szívet melengető volt. Ja, köszönöm.
azt hiszem, hogy minden ilyen sportolónak ezt nagyon követnie kellene. És akkor az első márciusban találkoztunk, és akkor utána a Margit-sziget. Hát igen, ott augusztusban. Uh-huh. Hát addig nem csináltunk olyan sokat, ha jól emlékszem, heti egyszer. Így van. Próbáltuk, hogy ne azért nem kavarjon be ez a dolog nagyon. Igen, idő hiányában, hiszen tényleg alig tudtunk időt találni arra, hogy mikor tudjunk találkozni. Hogy még a sok edzés mellett még aludni is tudjon Dávid, úgyhogy heti egy alkalmat tudtunk beiktatni. És akkor a Margit-szigeti szép sikeredben már érzed, hogy az... Hát szerintem igen. Én azt mondom neked, hogy biztos. Nem csak azért, hogy jól én. Hogy most büszke lehessek, de csak azért, hogy most büszke lehessek. Bár... Nem. Bár megmondom nektek őszintén, hogy éppen a Balatonon voltam, amikor zajlott ez a Margit-szigeti Európai Bajnokság, és annyira nagyon örültem a sikerének, hogy ott rögtön írnom kellett, és megdicsérni, és gratulálni neki, és egy icirikét azért talán a hatásának, kicsi-pici edzésünk hatásának is éreztem. Én biztos vagyok benne, hogy ennek volt hatása, mert érzem, csak ennyit tudok mondani, hogy jobban működnek a dolgok azóta, amióta csinálom ezt, azt utána... Hát ugye augusztusban vettem egyet magamnak, és akkor otthon, hát nem mondom, hogy bonyolult gyakorlatokat csinálok, mert nem. Megpróbáltam a legelejéről elindulni, hogy menjenek az alapok tényleg. Meg hát egyébként is tényleg nem volt sok, amit tőlem tanult. És azt, amit megtanultál, azt viszont azt következetesen csinálod rendszeresen, hát azóta is. Hát próbálom, igen, meg ugye. Hát a neten én is nézegetem, a fitnessen, mivel ott azért rajta vannak a videók, ott próbálom nézegetni, hogy mit tudok még így magamból is kihozni ebből a dologból. Ami tényleg nem olyan bonyolult, mert azért nem vagyok annyira profi, mint ti szerintem. Úgyhogy... Meg a barátomnak is próbálom azért mutogatni, hogy fú, ebben van lehetőség, hogy próbáljuk beilleszteni, hogy ettől talán jobbak leszünk. Közelebb kerülünk a világhoz, vagy nem tudom mi, mert ugye ez... Igen. Hát ezt közelebb kell mondani, mert ugye ez Európa és a világ azért előttünk jár ilyenbe. Akár ezt ugye Amerikából hoztátok, nem? Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi a lemaradásunk, de van. És... Hát van. Egyezzünk meg abban, hogy van. Hát van, és én ezt ugyanígy látom az úszásban is, és... Hát én is netről próbálok tájékozódni, hogy hú, valami újat tényleg, és ez olyan új, hogy ezt lehet itt alkalmazni. Ha beleférne, ha jobban be tudnám illeszteni, de hát ez nem csak rajtam múlva, de próbálkozom, hogy tényleg ez működjön nálunk is. Én azt hiszem, hogy itt az a legnagyobb probléma, és ezen az úton próbáltunk elindulni, mikor Dávidék megjelentek nálunk, hogy segítsünk nekik ebben. Valamilyen módon tényleg azt kellene elérni, hogy az edzőik, az úszó edzőik legyenek ebben partnerek, és tanulják meg tőlünk azt, ami szükséges hozzá, és aztán az ő kreativitásukkal és elképzelésükkel javítsák az eredményességet. Igen, mert azért elég fura lenne most beállítani oda, hogy na, csináljuk ezt, mert ez a legjobb, úgyhogy ilyenek néznének szerintem. De hát próbálkozom így adagolni szét a lassan, hogy hú, hát látjátok, mi van itt a táskámban, meg nem tudom. Úgyhogy remélem, hogy ők is meglátják benne a fantáziát úgy, mint én, vagy anya, vagy ti, hogy ettől tényleg fejlődhetek, mert azért látható, hogy volt elég sok hiányosság, amit te sokkal jobban észrevettél, mint én. Ez a próbáltunk javítani, meg szerintem sikerült is, mert edzésről edzésre te mondtad, hogy nem én. Igen, én mondtam, edzésről edzésre számottevően nagyon-nagyon gyorsan javult. Nagyon gyorsan. És, de mondom, most is szeretném kihangsúlyozni, hogy az ő akarata és kíváncsisága és jobbra vágyása nem vitte volna ezt ennyire előre, hogyha nincs meg benne. Tehát ez az eredmény nem lett volna. Köszi, hogy kedves vagy. És hát én azt hiszem, hogy ez itt tényleg nem kedvesség, hanem ez tény volt, és mindannyian nyunk fevében szeretném azt kívánni, hogy tényleg minél hamarabb az úszóedzők is lássák ennek a nagy előnyét és hatékonyságát, és hogy tudják ők maguk majd alkalmazni a ti sikereitekhez vezető úton. És még egyszer szeretnék egy puszival gratulálni a legutóbbi gyönyörű győzelmethez. Köszönöm szépen. 4-0-3-0-6. Igen, az jó volt. Gratulálok. Köszönöm.